jelenlévő 110 embernek a lehető legjobb és megoldásokkal és a legkiválóbb eredményekkel fogja tudni teljesíteni a mai tényelőzetéseket. Ezekkel a szavakkal biztatta a jelenlévő diákokat Vizi László Tamásné, a Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium igazgatója az intézmény aulájában tartott tájékoztatón az érettségi előtti percekben. A Tópartiban 110 tanuló vizsgázott történelemből középszinten, míg 50-en egy másik intézményben írták meg az emelt szintű feladatsort. Őszintén remélem, hogy azokat a témákat és azokat a témaköröket fogja majd tartalmazni a 9 órakor kiosztásra kerülő feladatlap, amire a gyerekek fel tudtak készülni, ami a kedvenc témáikat jelentik. Azzal együtt, hogy az idei évben azért annyi nehezítés mindenképp van, hogy csak olyan atlaszt használhatnak, történelmi atlaszt, ami kronológiai táblázatot nem tartalmaz. A középszintű vizsgára 180, míg az emelt szintűre 240 perc állt a tanulók rendelkezésére. Az előzetes információk alapján az írásbeli feladatsort 60%-ban a magyar, 40%-ban pedig az egyetemes történelemhez kapcsolódó feladatok alkották, valamint az összes feladat csak nem fele az 1849-től napjainkig tartó időszakra vonatkozott. A törítől egy kicsit félek, be vagyok parázva, de majd meglátjuk, mi lesz. Én nagyon szívesen kapnám Mátyás királyt, meg az ENSZ-t, mert azt rebesgették, meg vannak ilyen csoportok, ahol megpróbálták kitalálni, hogy idén vajon milyen tételek lesznek. Hát a Rákosi korszakot mondták nagyon sokan, Mátyás belpolitikáját, illetve az ENSZ-t kis témának, de meglátjuk, hogy mi lesz. Én szívesen örülnék egy Kádár Rákosinak esetleg, mind a kettőnek, ugyanúgy a Mátyást is szívesen húznám esetleg. A globális szinten meg hát reménykedünk, hogy a könnyebbeket kapjuk meg. A középszintű történelmi írásbeli érettségi első részében a diákok a bolsevik ideológiáról és a két világháború közötti szovjet-orosz történelemről, a Rákosi és a Horthy korszakról, a magyarországi romákról, a reformációról és a zsidó vallásról kaptak kérdéseket, amelyekre a megadott képek, grafikonok és szövegek alapján kellett válaszolniuk. A második részben pedig egy rövidebb és egy hosszabb eszét kellett megírniuk a tanulóknak. Az eszé kapcsán két párosításból lehetett választani, ezek az aténi demokrácia és a Kádár korszak gazdaságpolitikája, valamint a második ipari forradalom és a tatárjárás voltak.